Andrew Baggett. I'm part of the European team from World Triathlon Corporation in the head office in Europe. Az Európai Főiroda vezetője vagyok részeként a World Triathlon Corporation-nek. So we're happy finally to have the race in 2 days here in Budapest. And like he said, it will be the first race in Eastern Europe, first Ironman race, Ironman 70.3 Budapest. Két nap múlva végül sor kerül a versenyre Budapesten, és ahogy már elhangzott, ez az első kelet-európai Ironman 70.3 verseny. And we work together since almost 1 year now with the team from PISA, and we are sure that this will be a big success. Majdnem egy éve dolgozunk együtt Péter csapatával, és meg vagyunk győződve arról, hogy nagy siker lesz az rendezvény. We found a lot of professional people working in this event, and I'm here since Monday now, and my team came up with a couple more people to help out yesterday, and well, we almost a little bit behind schedule because of the rain yesterday. I don't know who's responsible for the weather. Probably Peter is. Nagyon sok helyi szakemberrel dolgoztunk együtt, én hétfőn ott vagyok itt, a csapatom kedden érkezett. Kicsit későbben voltunk az időjárás miatt, nem tudom, hogy ki a felelős az esőért. But we sure we will provide a perfect and professional event to all the athletes. The racing on Saturday. And also on Sunday, the side events and the Iron Kids, Iron Girl and the Main Fit Run. De biztos vagyok benne, hogy sikeresen teljesíteni tudjuk és le tudjuk bonyolítani a rendezvényeket szombaton is, illetve vasárnap a kísérő rendezvényeket, az Iron Kids-et, az Iron Kids-et és az Iron Event. Because, you know, at bottom line, we do those races for the athletes, make the athletes happy. So they come back next year, tell everybody that they had a great race here, a great time in Budapest. Because we think also Budapest is one of the nicest and biggest and most important cities in Europe. We would like to get more people and athletes to Budapest. Célunk az, hogy a versenyzők jól érezzék magukat itt, és vissza akarjanak jönni majd ide. Budapest egy nagyszerű város, igazán szép, gyönyörű, leggyönyörűbb Európában, és reméljük, hogy szívesen kérnek majd vissza ide versenyezni. And for us, from the members from the European team, it's always a big challenge to hold events in, you know, capital cities like Budapest, you know, going downtown and going down the big historical buildings in Budapest. And I'm 100% sure, because I'm athlete tour, all my athletes will love the event and come down and come back to Budapest. Az európai csapat tagjaként mindig nagy kihívást jelent fővárosokban megrendezni a versenyt az épületek és az emlékművek miatt, de sportolóként is biztos vagyok benne, hogy nagyon fog tetszeni minden versenyzőnek a város. I mean, the venue here is just perfect. I mean, we have the lake here, the water, and the transition area, finish line, the expo, registration, everything really close together. And it's not really far from downtown where all the hotels are. And I'm sure if the weather will, you know, stay sunny, we'll have a lot of spectators, and it will be one of the biggest events this year, sports event, Budapest, so we'll see. A helyszín tökéletes, a depó, az expo terület minden közel van, és közel van a belvároshoz is, ahol a szállodák vannak, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy nagyon nagy siker lesz, és ez az a legjobb esemény Budapest életében ebben az évben. Like mentioned before, this 70.3 Ironman race in Budapest is one race of the whole Ironman 70.3 circuit worldwide. So we have about, I think, 28 races now in Europe. This is one race for qualification race for the World Championship in Austria and Salamse next year. And we offer 50 slots, so 50 of the age group athletes can go to the World Championship and they can qualify in this race here on Saturday. Ahogy már említettem, az Ironman 70.3 Budapest verseny a sorozat része, a világbajnokság sorozat része, és 50 helyet is allokálunk a jövő évi Celemzénél, Ausztriában tartandó következő versenynek. So again, on behalf of the WTC World Triathlon Corporation, really thank you that we have the chance to be here, to have a race here together with Peter Crocker and his team in Budapest, and we're looking forward to Saturday, to the big race, and hope to see all at the finish line. Cheer to the people, especially to the last athletes crossing the finish line. This will be a big day for everybody, and thank you for having us here. És szeretném még egyszer megköszönni a World Triathlon Corporation nevében, és Péternek és csapatának, hogy együtt létrehoztuk itt ezt a rendezvényt.
nagyon várom a szombatot, és remélem, hogy a finish line-nál mindenki boldogan és sikeresen zárja majd a versenyt.